Igen, megyünk tovább, kapcsoljuk élőben Gerencsér Balázst, a NIOK Alapítvány igazgatóját, aki, hogyha minden igaz, akkor most már itt van velünk. Jó reggelt kívánok, Gerencsér úr! Hát nagyon örülünk ennek a Jó kezdeményezésnek. reggelt kívánok! Annak ugye főleg, hogyha jól figyeltem, akkor az önök szervezete 2017-ben csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, ez a Giving Tuesdayhez, ugye, ami az Egyesült Államokból indult, ugye ők voltak az ötletgazdák, ők ezt 2012-ben találták ki, hogy minden évben legyen egy olyan nap, ami az adakozásról szól, az összefogásról szól, hogy segíteni kell mondjuk akár egy társadalmi csoporton, vagy akár egy családon. No, ez a tegnapi nap hogyan nézett ki Magyarországon? Köszönjük a lehetőséget. Igen, tegnapi nap, de az egész hét egy kiemelt időszaka a világon az adományozásnak. Eredetileg ezt a napot decemberbe tartottuk, és most is lesz majd decemberben is egy ilyen adakozó világnap, adakozóked. Tegnap elindította ez az amerikai központ összefogás a világ közel 100 országában ezt a adományozási napot a koronavírus, a Covid kapcsán, és a különféle helyeken egyrészt önkéntes munkákkal, másrészt adományozással, harmadrészt mindenféle egyéb idő segítséggel, pro bono segítséggel próbálták a rászorulókat, a betegségbe különösen érintetteket, az egészségügyben dolgozókat segíteni kiemelten, és egy kicsit jobban ráirányítani a figyelmet ezen a napon, illetve ezen a héten. Milyen arra, típusú adakozásokról van szó? Van, akinek... Ez lehet tárgyadomány is, és lehet pénzadomány is. Nagyon sokféle adományozás megjelenik. Több helyen még mindig maszkokat is varnak, több helyen különféle eszközöket adományoznak azoknak a rászorulóknak, akik nem tudnak ilyen eszközöket maguknak beszerezni, vagy az egészségügy számára kisebb-nagyobb adományokat adnak. Magyarországon az adjukössze.hu az a oldal, ahol ezeket az adományozásokat összegyűjtjük, és a tegnapi nap már 27 koronavírusos krízissel kapcsolatos adománygyűjtés jelent meg az oldalon, és telefonon, SMS-ben, vagy pedig bankkártya segítségével lehet ott adományozni. Azt árulja el nekem, igazgató úr, hogy az elmúlt évek alatt milyen trendet lehet észrevenni az adományozás területén Magyarországon? Mi úgy látjuk, és az oldal adatai is azt mutatják, hogy van egy folyamatos emelkedés, évente olyan 10%, 5-10%-os emelkedés látszik. Ez az 1%-okban nem jelenik meg, sajnos. Ott egy kicsit csökkent az érdeklődés, de a hagyományos adományozásban, amikor pénzzel vagy tárgyal segítjük a szervezeteket, civil szervezeteket, vagy pedig a közvetlenül a rászorulókat, abban van egy folyamatos emelkedés. Ugye említette ezt a beszélgetésünk elején, hogy ebben a kezdeményezésben jól figyeltem, hogy több mint 100 ország vesz most részt? Igen, 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 ez egy nagyon széles kezdeményezés. Hát majdnem minden ország érintett ebben a krízisben, úgyhogy nagyon sokan csatlakoztak olyanok is, akik még korábban nem. Csak azért kérdezem ezt, hogy ilyenkor minden ország saját határain belül kezeli az adományokat, vagy pedig arra is van mód és lehetőség, hogy mondjuk az Egyesült Államokból valami ide érkezik Magyarországra, és lehet, hogy Magyarországról érkezik majd valami az Egyesült Államokba. Hogy van ez? Hát nyilván ilyen is előfordulhat. Ez utóbbi, hogy Magyarországról az Egyesült Államokba adományozzanak, ilyenről még nem hallottam, de nagyon sokan adományoznak és segítik például afrikai árvaotthonokat, vagy pedig Ázsiába, szegény országokba is irányul magyar adományozás, évek óta jelentős adományozás, és vannak olyan szervezetek, akik globálisan gondolkoznak, tehát a Magyarországon összegyűjtött adományokat szétosztják más országokba, ahol még
legnagyobb rászorultság van. Még amire kíváncsi lennék, igazgató úr, hogy ebben a programban, ebben a Giving Tuesday-be tulajdonképpen ugye a magánszemélyek is részt vehetnek, de hogyha jól értem, akkor más civil szervezetek bevonásának is önök például nagyon örülnek. Igen, azt gondoljuk, hogy mindenki magától választhat ki egy olyan célt, amit szeretne. Mi ebben segítünk. A NIOK alapítvány, aki az Adjuk Összét működteti, azokat az adománygyűjtéseket, amik itt ezen az oldalon megjelennek, előtte egy teszteli, előtte megnézi, felkészíti a szervezeteket, megnézi, hogy átláthatóak-e, elszámolták korábban az adományaikkal, és egy-két kivétellel általában nem is találunk ilyen problémát, illetve segítünk nekik abban is, hogy jól kommunikáljanak, pontosan tudják bemutatni azt, hogy mi az a cél, amiért ők küzdenek, és mi támogatjuk, hogy civil szervezeten keresztül adományozzanak az emberek, hiszen ez is egy szakma, itt sokkal jobban ki tudják választani, hogy kinek van erre rászorultsága, jobban el tudják juttatni az adományokat, mint hogyha valaki azt közvetlenül próbálja meg, és nem biztos, hogy a legrászorultabbakat tudja kiválasztani. Tehát akkor az adakozó KED értelemszerűen ugye nem ma, hanem már tegnap elkezdődött, ugye, mert tegnap volt KED, és akkor egy héten keresztül tart. Igen, de hát természetesen tovább is működik az oldal, és egész évben várjuk az adományozni vágyókat, kérdéseikkel, vagy pedig keressenek meg minket közvetlenül a NIOK alapítványt, és keresünk nekik olyan civil szervezetet, ahol érdemes és nagyon hatékonyan tud adományozni. Nagyon szépen köszönjük, igazgató úr, hogy a rendelkezésünk rá, és természetesen mindenkit erre buzdítunk, hogy csatlakozzon ehhez a kampányhoz. Minden jót kívánunk, viszontlátásra, viszonthallásra. Köszönjük, mi köszönjük a megtiszteltetést, és várjuk a minél több adományozni. Hangban még ez megvolt, köszönjük, sőt, a végén még képben is köszönjük.